A régen csak zöldesztikaként ismert épületet újították fel és alakították át központi járási hivatallá az elmúlt egy évben Dunajvárosban, amelynek ünnepélyes átadójára csütörtökön került sor. A szervezeti egységek centralizált elhelyezését célzó fejlesztés több szempontból is előnyt jelent. Akkor minden technikai vívmányát, energetika, gépészet és mindenféle szempontból megkapta az épület. Nagyon jó adapadottságai vannak, a terek tágasak, ezt fogják és már tapasztalják a dunaivárisak, hogy itt azért van hely és vannak a kiszolgálásnak, az állampolgárokkal való együttműködésnek terei, és azt gondolom, hogy ilyen színvonalú járási hivatal és itt szolgáltatási színhely Fejér megyében biztos. Talán Bicskét hozhatnám ide, hogy nincs. Az átadást követően a Dunajvárosi Járási Hivatal 7 eddig több épületben megtalálható szervezeti egysége kapott helyet az új központi épületben, közel 5000 négyzetméteren, ahol 134 hivatali dolgozó szolgálja ki az ügyfeleket. Ezért szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben az épületben fog dolgozni, hogy bizony kitartanak a közigazgatás nem mindig könnyű területén, és szolgálják a magyar embereket, és azokat a célokat, amelyek végül is összességében nekünk, magyaroknak, magyar embereknek, a magyar emberek közösségének közös célja. A beruházás eredményeként a cél egy 20. századi modern, az ügyfelek igényeit minden szempontból kielégítő közigazgatási központ létrehozása volt. Egyrészt nagyon fontosnak tartjuk azt, hogyha van egy régi épület, amely közfunkciót látott el, akkor az az épület az emberek szolgálatában tudjon maradni, tehát érdemes ezeket az épületeket megmenteni és megújítani. Másrészt pedig a közigazgatásnak az embereket kell szolgálnia, és hogyha az embereket szolgálja, akkor az épületnek is az embereket kell szolgálnia, és azt is kell tudni mutatnia, hogy bizony, aki ide betér, az a legmagasabb szintű szolgáltatást fogja megkapni. Ezért tartom fontosnak, hogy ez az épület megújulhatott, hiszen azt az emberek, akik ide betérnek, is érezhetik, hogy a szolgáltatási szint az épület minőségéhez igazodik. Másrésztől pedig ez egy munkahely is, és ne felejtsük el, hogy a pult másik oldalán is mindig ül valaki, és nem mindegy, hogy az, aki itt ül, milyen körülmények között dolgozhat. Az átalakítás költsége 1 milliárd 930 millió forint volt, ami hazai és uniós forrásból valósult meg.